Nem sokat készülhetett együtt a teljes keret a fehérvári kosarasoknál, hiszen az Európa-bajnokság miatt a válogatottak később csatlakoztak. Köztük a nyár sztárigazolásának számító Somogyi Ádám, akit a legjobb eredmény elérése motivált, amikor Szombathelyről Fehérvárra költözött. Szeretem a kihívásokat, és minél nagyobb kihívás és felelősség van rajtam, annál jobban szeretek igazából játszani és teljesíteni, és úgyhogy igazából az Albánál komolyan felvázolták, hogy tényleg nagy szerepben számítanak rám, illetve nagy felelősséget adnának a kezembe, és hát ugye, hogy valami viszont 2017 óta ugye nem is volt bajnok az Albakomp, úgyhogy ez számomra elég nagy kihívás volt, hogy visszajutassuk az Albát a helyre, ahova igazából érdemes is való. Somogyi Vojvoda Pongó személyében válogatott magyar kosarasok viszik majd a prímet a mezőnyposztokon, sokak szerint ez a mag az egyik legerősebb a hazai mezőnyben. Nagyon jó összhang van közöttünk, illetve szerintem nagyon jó szintet képviselünk így a magyar bajnokságban, úgyhogy abszolút azt várom, hogy minden periméter játékosunk így dominálja majd a bajnokságot, illetve az egész csapat. Szerintem a játékidővel is mindenki elégedett lesz, mert van annyi játékosunk, és annyi játékosunk van, hogy mindenki eleget tudjon játszani és hozzátenni, úgyhogy nagyon izgatottan várom már, hogy kezdjük holnap a Paksra. Az első meccsen a tavaly csalódást keltő Paks otthonában lép pályára az Alba, Somogyi szerint szó szerint kemény csatában. Nagyon kemény fizikális mérkőzés, ami mindenféleképpen ugye még nem térképeztük fel teljesen a paksiak csapatát, inkább magunkkal törődtünk, de úgy gondolom, hogy itt minden mérkőzés nagyon kemény és egy háború lesz, úgyhogy bízom a srácokban, és reméljük, hogy behúzzuk az első meccset. Az atomerőmű elleni meccs pénteken este 6-kor lesz, hazai pályán először jövő szombaton az oroszlány ellen láthatják a szurkolók az Arkonik Alba Fehérvárt.